erdei ruhába öltöztették egy hétre a Dunabogdányi Általános Iskolát. Diákok és tanáraik közösen díszítették fel a folyosókat és az aulát papírból készített fákkal, illetve növényekkel, sok-sok gyerekrajzzal, valamint hasznos tudnivalót tartalmazó feliratokkal, tablókkal. Az idei már a második tematikus hét volt az intézményben, tavaly nemzetiségi, most pedig művészeti projekthetet tartottak. Míg előző évben a kő, idén az erdő volt a témája a hétfőtől péntekig tartó rendezvénysorozatnak. A múlt évben csináltunk, miután nemzetiségi iskola vagyunk, csináltunk egy nemzetiségi projekthetet. És az olyan jól sikerült, akkor a kő köré szerveztük az egész hetet, és minden tantárgyat bevontunk ebbe, hogy most a felsős kollégáim ezzel álltak elő évelején ötletként, hogy most pedig csináljunk egy művészeti projekthetet, ahol minden művészeti ág, amit így a gyerekek is csinálnak, művelnek, az megjelenjen ebben az egy hétben. Az én dalom az őszi lombok, borús sejtelmes suttogása, holló leveleknek zizegése, holló szárnyaknak csattogása. A művészeti projekt hét április 11-ével a Magyar Költészet Napjával kezdődött, amelyen a 6. osztályosok Himer Anna tanárnő vezetésével meséltek és verseket mondtak a művelődési házban. Ifjú Otrezső és Liphart András megzenésített versekkel színesítette a rendezvényt. Tintott kedvetlen lompos sárgalom, tollászkodik és hosszad elborom, a kövön nyírkos tapadás bezser. A keddi nap a képző és iparművészet jegyében telt. Ekkor állították ki a folyosókon a diákok erdővel kapcsolatos rajzait. A tárlatot a tantestület két képzőművész tagja, Kármánné Borosjenői Magdolna, valamint Korgáné Lengyel Rita grafikus művész nyitotta meg. Az egész iskolából egy erdő lett, az alsós kollégáink rendkívül kreatívak, és a felsősek is csatlakoztak, úgyhogy fákat, hatalmas fákat és virágokat varázsoltak az egész iskolába. Emellett pedig a gyerekek rajzokkal is készültek a ahogy ők megfogalmazzák a erdőt és a természetet. A mi gyerekeink a képzőművészetben nagyon jeleskednek. Tehát az, hogy a képző és a fotó az nekik önkifejezési módjuk, és ez egész pici kortól így van, tehát az alsósok is olyan fantasztikus képeket festenek. Szerdán a klasszikus zenéje volt a főszerep. A diákok a zeneiskola tanárainak koncertjét hallgatták meg az iskola aulájában. Csütörtökön a film és fotóművészet volt a nap témája, amikor a Vad Magyarország című természetfilmet vetítették le a gyerekeknek a művelődési házban. Az igazgatónő kiemelte, a film rendező producerét, Török Zoltánt személyesen is ismeri az iskola egyik pedagógusa. Most jelenleg Svédországban forgat, de a gyerekeinknek küldött egy videóüzenetet Svédországból, hogy nézzék szeretettel ezt a filmet, és majd írják meg neki, hogy élvezték el. Ahogy láthatjátok, nem oda az a vagyok, hanem itt fönn a skandináv harcvidéken Svédországban, mert most egy más filmet forgatok, meg is mutatom ezt nektek. Erről az állatkáról úgy hívják, hogy lemming, ultra cuki, de nem kell aggódni, mert a filmben, a Vad Magyarország filmben is rendkívül érdekes és aranyos állatok lesznek. 2 évig forgattuk azt a filmet, és ahogy majd látni fogjátok, vannak benne olyan jelenetek, szerintem föl fogjátok ismerni, amelyeket ott a Dunakanyarban vettünk föl. Egyrészt, mert én is onnét származom, Szentendréről, másrészt meg az egy nagyon szép környék. A fotóművészet pedig olyan módon jelent meg csütörtökön, hogy a gyerekek a kirándulásaik alkalmával eleve készültek már rá, és természetfotókat készítettek, amiből a legjobbakat szintén itt az aulában kiállítottuk. Aznap délután egy népdaléneklési versenyt is rendeztek az iskolában Erdő, erdő, de magos a teteje címmel. A versenyzők között nem állított fel sorrendet a zsűri, hanem bronz, ezüst és arany minősítéssel értékelte a résztvevőket. A legjobbakat pedig kiemelt aranyfokozattal díjazták. Nagyon kis énekes, dalos ez a csapat, nagyon szeretnek énekelni, úgyhogy majdnem 50 gyerek vett részt a népdalversenyen, ez a múlt, vagy tegnap délután zajlott le, és ma pedig tényleg egy örömzenéléssel egy népzenei koncerttel zártunk. Kívrácálom, boldig el, igen, igen,
Pénteken Csóri Julianna és családja játszott népzenét a Dunabogdányi Általános Iskola diákjainak. A fellépés keretében a gyerekeknek alkalmuk nyílt a népi hangszerekkel való ismerkedésre, sőt, némely diák kipróbálhatta azt is, hogy milyen egy zenekart vezényelni. Klasszikus zenei hangszerekkel találkoznak nagyon sokszor, hiszen zeneiskolánk van, de maga az, hogy egy cimbalmot itt élőben hallhassanak, vagy egy nagy bőgőt, ez azért újdonság volt számukra. Tanítjuk, ismerik a hangszereket, de szerintem ez nagy élmény volt nekik. Spátné Faragó Éva iskolaigazgató elmondta, jövőre is rendeznek tematikus projekthetet a diákok számára. Bár a témát még nem választották ki, az azonban bizonyos, hogy akkor is előrukkolnak majd valamilyen újdonsággal.